Ebben a vizsgálatban a magok csirázását fogjuk megnézni. Azt fogjuk vizsgálni, hogy a csirázásgátló anyagok hogyan hatnak a magok csirázására. Ehhez az alábbi anyagokra és eszközökre lesz szükségünk. 4 darab petri csésze, bab, almamagok és alma. Úgy fogjuk előkészíteni, hogy kicsit megnedvesítjük az első szűrőpapírt az első csészében, és beleteszünk 10 darab almamagot. Majd lefedjük. A következő csészében szintén megnedvesítjük a szűrőpapírt. Erre szintén almamagot teszünk. És néhány almakockát. A következő petri csészében szintén megnedvesített szűrőpapírra babot fogunk tenni. A negyedikbe pedig szintén megnedvesített szűrőpapírra babot, és almadarabkákat. Az előkészített petri csészéket egy hét múlva fogjuk megvizsgálni. Egy hét telt el a kísérlet összeállítása óta. Az első petri csészében csak almamagok vannak, amelyeket folyamatosan nedvesen tartottunk. Láthatjuk, hogy kicsiráztak a magok. A következő petri csészében babszemek vannak, szintén folyamatosan nedvesen tartottuk, ezek is kicsiráztak. A harmadik petri csészében almamagok és almadarabok voltak. Ezt is folyamatosan nedvesen tartottuk, de nem csiráztak ki az almamagok. Az alma termés falában lévő csirázgás gátlóanyagok miatt ez nem volt lehetséges. És ugyanezt láthatjuk az utolsó petri csészében, ahol babszemek és almakockák voltak. A babszemek itt sem csiráztak ki.